tarlótűz. Az oladi körgyűrű mellett kapott lángra az aljnövényzet. A lángokat sikerült megfékezni, mielőtt elérte volna a lakó övezetet. Amore Italiano. Három olasz tenor műsorával kezdődik este az Ízeumi Játékok programja. Operas lágereket és nápolyi dalokat énekelnek. Teke bajnokság. Elrajtolt a Szent Márton kupa. Az augusztus közepéig tartó versengésre 4 fős csapatok jelentkezhetnek. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Cirók Tamás. Jó estét kívánok! Néhány ezer forintból már eltölthetnek egy napot a családok a Szombathelyi tófürdőn. A szombathelyi létesítmény az olcsóbb strandok közé tartozik, a belépőket és az ételbár kínálatát tekintve is. Néhány ezer forintból már ki lehet jönni a tófürdőn, a belépő jegyen is spórolhat az, aki szeretne. Emelkedtek ugyan tavaly óta a jegyárak, ám a vendégek többféle kedvezményes konstrukcióból választhatnak. Mi Ausztriában lakunk, a kislányommal vagyok itt ma, nyáron 3-4-szer el szoktunk jönni a szünetben. Hogyha ketten jövünk, hát a belépő csúsztával, ebéd, fagyi 10-15 ezer forint. Hogyha természetesen négyen jövünk, akkor több. Egy családi jegy, ami két felnőtt és két gyermek részére szól, csúszdával 5600 forint, de Szent Márton kártyával olcsóbb, csak 4500. A büfén is lehet spórolni, a legolcsóbbtól a legdrágább termékig van kínálat az ételbárban. Ugye a palacsintától kezdve akár a hekkig el tudunk menni, a palacsintán 200 forint, 220-tól megtalálható kakaós, nutellás, lekváros, mákos, ízesítésben, illetve ugye átlagban a menüink, amik jobban fogynak, illetve kedveltebbek a családok körében, hasábburgonyát, ugye a főétel tartalmazva, illetve mellé egy palacsinta választható dobozos üdítővel. Ami az árakat illeti, a nagyobb fürdővárosok strandbüféiben 30-40%-kal drágább az élelmiszer, a Balatonnál pedig akár 50%-kal is többet fizethetnek a pihenni vágyók, ha a parton vásárolnak ételt, italt. Ez az egyik oka annak, hogy a kánikulában nagyon népszerű a tófürdő, ahol csúszdapark többféle medence kínál élményt. Az idei évben eddig körülbelül 23 ezer látogató fordult meg nálunk. A tavalyi évhez viszonyítva akkor összesen 42 ezer látogatónk volt, tehát egy kicsivel hagytuk el a szezon felét. Ugye ahhoz, hogy tudjuk, hogy jó szezonunk lesz, vagy kevésbé, még azért a fele hátra van, tehát bízunk abban, hogy jól fog ez alakulni. Legtöbben családdal, gyerekekkel jönnek a vakáció idején. Egy kétgyermekes család akár 4000 forintból eltölthet itt egy napot. A felső határ azonban a csillagoség, illetve a háztartási kassa. Tarlótűz pusztított kedden a 89-es főút mentén az Oladi körgyűrű mellett. Eddig ismeretlen okokból kapott lángra több helyen is a tarló, illetve a száraz aljnövényzet. A tűzoltóknak sikerült időben megfékezniük a tüzet, amely az oladi háztömböket is veszélyeztette. Késő délután riasztották a katasztrófavédelem munkatársait a tűzesethez. A légifelvételeken jól látszik, hogy mekkora területen pusztítottak a lángok. A két helyszínre, a szombathelyi, a Táplánszen kereszti önkéntesek, a szombathelyi önkéntes tűzoltók, illetve természetesen a szombathelyi hivatásos tűzoltók voltak a helyszínre. Összesen 26 fővel voltak kint a kollégák, és fecskendőkkel, kéziszerszámokkal kezdték el a tüzek oltását, és hajtották végre egyrészt a terület lefeketítését, körülhatárolását előtte, és utána pedig a tűz eloltását. A tűz mintegy 2500 négyzetméternyi területet érintett, de szerencsére sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett. A kiskerteket és az oladi lakóövezetet ugyan veszélyeztette, de a lángokat sikerült megfékezni, így a tűz nem terjedt tovább. A Vasmegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata pedig szintén kiment a helyszínre, ahol akik tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálják, hogy mitől keletkezhetett a tűz, és az eljárás lezárultával tudunk majd biztosat mondani, hogy pontosan mi is okozhatta ezt a tűzesetet. A vizsgálat eredménye a következő hetekben kiderül. Amennyiben felmerül a szándékos gyújtogatás gyanúja, akkor a rendőrség veszi át az ügyet. Vasi népdalokról forgat filmet a Szombathelyi Televízió. Kulturális és civil díjakra vár javaslatot az önkormányzat. Még lehet szavazni az évfürdőjére. Rövid hírekkel folytatjuk.
Vasi Népdalfilm Csokor címmel készít sorozatot a Szombathelyi Televízió a Bogja Népzenei Együttes közreműködésével. Békefi Antal tanár, népzenekutató, zeneszerző, Vasi Népdalok című könyvéből három olyan népdal nyomába eredünk, amelyeket a gyűjtések helyszínén próbálunk meg újra életre kelteni. A Média Tanács Mecenatúra programjának támogatásával készülő produkciónak korabeli hangfelvételek és fotók mellett a településeken élők lesznek a közreműködői. Kitüntetési javaslatokat vár az önkormányzat Szombathely kultúrájáért életműdíjra, kiemelkedő kulturális munkáért díjra, a kultúra támogatásáért díjra, Vörös Sándor díjra, a város kulturális intézményeinek vezetői, munkatársai, művészeti alkotócsoportok tagjai is jelölhetnek arra érdemes személyeket. Várják a javaslatokat még az év civil szervezete díjra is. A legtöbb elismerésre augusztus végéig, egyes díjakra október 1-jéig lehet jelölést küldeni, részletek a hivatal honlapján olvashatók. Fél idejénél jár az évfürdője szavazás. Vas megyéből 10 létesítmény vesz részt a versenyben, amellyel az ország kedvenc fürdőhelyeit választják meg a szavazók. Három kategóriában versengenek a voksokért a résztvevők, kihirdetik az év fürdőjét, az év regionális fürdőjét és a helyiek kedvenc fürdőjét is. Lehet szavazni többek között a Szombathelyi tófürdőre is. Sárvár eddig mindig a legjobbak között szerepelt, és egyelőre most is ott van a top 10-ben. A szervezők szoros versenyre és legalább 150 ezer szavazóra számítanak. Voksolni augusztus végéig lehet. Amore Italiano. Olasz esttel kezdődik ma az Ízeumi Játékok programsorozata Szombathelyen. A közönség három olasz tenor előadását hallgathatja meg. A műsorban az opera irodalom legnépszerűbb áriái és közismert nápolyi dalok csendülnek fel. A produkciónak különleges hangulatot ad a rekonstruált ókori szentély. Világszerte ismert operaslágerek csendülnek fel Szombathelyen. A műsorban Verdi, Puccini, Rossini és Donizetti áriák szerepelnek. Erre az estére kifejezetten a tenor hangot emeltük ki, főként azért, mert a tenorra írt operaáriák a legismertebbek, és Pavarotti, aki egy személyben szimbolizálja az olasz operaslágereket, maga is tenor volt. A 19-20. Századi olasz szerzők műveit Olaszországból érkezett énekesek tolmácsolják. Credo sia la più grande fortuna della mia vita. Ennél jobbat nem is kívánhattam volna magamnak, mint hogy tenor vagyok. Életem talán legnagyobb szerencséjének tartom, és óriási hála van bennem, hogy tenor lehetek. A három tenor második alkalommal ad közös koncertet. Nem ritkán a közönség is együtt énekel velük. A szerelem, ez az emberi érzés az egyik titok. A szerelmesek közötti távolság, és ennek a leküzdése. Gyakori témája ez az operáknak, és ezekre fogékonyak az emberek, talán át is segítik őket a nehéz helyzeteken. A műsor második felében a dél-olasz hangulatot idéző nápolyi dalok világából hallhat a közönség, hol pezsgő, hol andalítóan romantikus zenei kavalkádot. A nápolyi dalok gyakorlatilag Olaszország részét képezik, egy olyan kultúrát, ami népszerűvé teszi Olaszországot, annak ellenére, hogy ezek a dalok sokszor nagyon is szomorúak. Az énekeseket a Szavária Szimfonikus Zenekar kíséri, akik néhány napja még a Bartók Fesztivál főszereplői voltak. Előző héten Bartók volt, tehát ami igazán súlyos, és hát néha kicsit depressziós is tud lenni. Most egy ilyen teljesen ilyen boldog, hát egzisztenciában van a zenekar, hogy ilyen hát igazán lelkes, olaszos, bravúros darabokat tud játszani. Az Ízeumi Játékok programja szombaton a Szép Nyári Nap című Neoto musicallel folytatódik. Július 30-án pedig Miklósa Erika énekel az Ízeum színpaddá alakított szentélyében. Elrajtolt a Szent Márton Kupa névre keresztelt Teke bajnokság Szombathelyen. A versenyre, amely augusztus közepéig tart, folyamatosan jelentkezhetnek a csapatok.
Második alkalommal rendezik meg idén a megmérettetést, amelyre előzetes regisztráció nélkül jelentkezhetnek 4 fős csapatok. Most vendégként jönnek egyébként különböző falvakból, Vépről, máshonnan is csapatok, illetve külföldről is már érkeznek vendégeink. Azt kell tudni, hogy egy hosszabb időn keresztül zajlik, tehát ez néhány héten keresztül zajlik ez a verseny. Mindenki, amikor ez akkor tud jönni, és aztán végén összemérjenek az eredmények, és a szakmai stáb pedig aztán kiértékeli az egészet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen rendezvényt is tudunk itt támogatni. A házigazda horvát tekeklub letéteményese a sportágnak Szombathelyen. Egykor extraligás csapata is volt az egyesületnek, ma már azonban az utánpótlás nevelésre helyezik a hangsúlyt. Nem véletlen, hogy a város legfiatalabb világbajnok tekése, Simon Szabolcs éppen a horvát TK-ból került ki. Bízunk benne, hogy mások is majd csatlakoznak hozzá, vagy ugyanúgy, mint a régmúltban Táplán-Szentkereszti iskolából jártak ide játékosok, ahonnan tényleg a horvát Órián, horvát Márton, akik szintén válogatottságig vitték. Bízok benne, hogy ezentúl is jönnek fiatalok és idősebbek is, nem marad el a kedve a tekétől. A tekebajnokság nem csak a sportág kedvelőit hozza össze, hanem közösségépítő ereje is van. Ez a kupa ez azért nagyon kedves számomra, mert a Gyula, hogy megrendezi, így nagyon-nagyon sok olyan tekés jön össze, akik nagyon ritkán találkoznak, és a sportbaráti szeretetben ápolni tudjuk ezt az egészet. Én 5 éve már külföldön vagyok játékos edző Ausztriában, én is el fogom hozni a szuperligás hölgyeimet erre a versenyre, egy megpróbáltatás nekik, és remélem, hogy jól fognak teljesíteni. A versenyzők 50 teli dobást és 50 tarulást hajtanak végre. A Neo-Royal csapata 1574 összfát ért el. A bajnokság augusztus 15-én zárul. A Szombathely Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!